Na, Johnny Claytont ugye láttuk a World Grand Prix-n, ott a nyolcad döntőben elvérzett. Itt az Európa-bajnokságon szintén kétszer volt nyolcad döntős eddig a walesi fiú. A 14. helyen kvalifikálta magát a mostani versenyre. Ellenfele Max Hoppe, németek jelenlegi egyik legjobbja, a másik ugye Clemens, pedig arra készül, hogy túlélje legalább az első kört. Úgyhogy Hoppe két évvel ezelőtt, ugye itt az EB-n elődöntős volt. Így van, viszont az egymás elleni mérlegük az nem mondhatnám, hogy olyan hú de nagyon biztató a német szempontjából, hiszen eddig négy találkozójuk volt, és kivétel nélkül mind a négyet Johnny Clayton nyerte meg. Nagy különbségekkel? Igazából egy 6-2-es, két 6-3-as, meg egy 6-5-ös találkozó volt. Ráadásul igazából az utolsó meccsük az idei, az egy PDC home túros volt, ugye egy online meccs, tehát az mondanám, hogy nagyon messze menő következtetéseket abból aztán végképp nem lehet levonni, hiszen teljesen más körülmények között játszottak. Az összes többi az viszont 2018-ban volt kettő, illetve 2016-ban egy meccsük. 180! Micsoda kezdés! Max Hoppe! A Maximizer. Igen. Nagyon fiatal, 24 éves, úgyhogy már 12 éve dárcozik. Jelenleg a világranglistán a 34., ide a 19. helye jutott be. És egyébként egy megrögzött szerencsejátékos. Igen? Tudod? Igen, annó 2017-ben, amikor kint volt lehetőségem kiutazni az akkori magyar válogatottal a World Cup of Darts-ra, és kint beszélgettünk a játékosoknak, illetve a kísérőknek elkülönített részen, és folyamatosan azzal traktált, hogy na fogadjunk, hogy ennek a meccsnek mi lesz a vége. Annak, amelyre felteszek rá 5000 fontot, meg 5000 eurót, mert már mindennel megpróbált rávenni, hogy fogadjak már, mert mondtam, hogy nem fogadok veled semmiben sem, de ő csak azért is tolta. És akkor mondtam neki, hogy fogadjunk, akkor egy na úgyéban. És akkor nem értette, hogy mit jelent az, hogy na ugye. Mondom, na ugye, hogy ez lesz a vége. Tehát... De egyébként ő is egy igazi móka, Miki, tehát egy nagyon, nagyon, nagyon laza srác. Ez látszik is egyébként a játékán. A fiatalok imádják, a kisfiamnak a kedvenc játékosa Max Hoppe, és megengedtem ma neki, hogy megnézze ezt a mérkőzést, bár elég későn van. Ő már kapott különben egy Max Hoppe-féle nyíl készletet. Ez aztán az ajándék. Vereckei Lajos segítségével, úgyhogy... Ha kikap Hoppe, akkor meg én kapok. Nekem lesz Hoppe. Dupla 14. Gyönyörű! Szép. Egy 108-as kiszálló így kezdésgyaránt. Nem akármi, az első leg, tehát a német fiújé. Ugye amikor elődöntős volt az EB-n, akkor megverte O'Connort, Wilsont, Webster, tehát viszonylag könnyű úton jutott el az elődöntőig, ott aztán Wade-től kapott ki nagy meccsen, 11-10-re. És addig, amíg itt nagyon az elején vagyunk a mérkőzésnek, de azért várjuk meg ezt a 140-et. Egy kis kitekintést arra, hogy ki a mérkőzés vezető. Nagyon örülök neki, hogy ismételten színpadon látom Paul Hinkset. Az elmúlt időszakban ugye rendre George Noble, Raspberry, illetve Kirk Bevins vitte el ezeket a tornákat, és kimondottan örülök annak, hogy Paul Hinkse visszatért ismételten. És bemondhatja ezt a fantasztikus 177-et Johnny Claytonnak. Jön rá a válasz? 140-nel. Nem sok hiányzott hozzá, így viszont nincsen Max kiszállón. Biztos vagyok benne, hogy Hoppe és Clemens is nagyon készül erre a tornára. Hiszen azért hazai környezetben egészen más játszani. Hát félig meddig hazai környezetben, nagyjából ugyanazt a támogatást meg fogják kapni, mint az osztrák csapat. És hát azért én... egy 170-es kerekítő 40, egy gyönyörű játék. A kérdés, hogy ablakon kidobott pénz volt ez, vagy nem. Dupla 8, nem és jó Claytonnak. És nem volt ablakon kidobott pénz. És itt a baj, mert így Hoppe hozhatja a sajátját. Dupla 20-as, dupla 10-es.
Még egyszer. És igen, az már a helyén van. 2-0. Még egy 15 nyilas. Mind a két játékos jelenleg 100 fölötti körátlaggal. És érdekes, hogy Claytoné a magasabb, egészen addig, amíg ezt a 45-öt hozzá nem adjuk az összteljesítményéhez. Ez csak 60-as. Hopp. Nemrég a European Touron is szerepelt pár napja, hopp, Klassen de Souza-t is megverte. Rasmus-től kikapott. Players Championship-en pedig legyőzte Michael Smith-t, tehát kezdi azért összeszedni magát egy viszonylagosan rosszabb periódus után. 100-as, ugye ő nagyon korán kezdte, ugye igazi csoda gyerek. 2012-ben már volt szerződése a PDC-vel. Az ő sztori az tényleg mondhatjuk, hogy ilyen tündérmesébe illő, ugyanis annyi volt az ő szituációja, hogy ő kvalifikálta magát a Lakeside-ra, csak akkor ő még mindössze, ha jól emlékszem, 16 éves volt. Azt a mindenit. És közölték vele a Lakeside-i szervezők, hogy... Gyerekek nem jöhetnek hogy, be. Így van, hogy ne haragudj kispajtás, de underage vagy. Nem engedünk 18 év alatt versenyezni. Erre Max gondolt egyet, benevezett a PDC kvalifikációra is, és bejutott a PDC VB-re is. Ott érdekes módon nem zavarta őket, hogy hány éves, úgyhogy azóta is nagyon sokan ezt felhánytorgatják a BDO-nak, hogy az egyik legrosszabb döntésük volt, hogy ezt a srácot nem engedték indulni a Lakeside-on, és ezzel gyakorlatilag azonnal odalökték a PDC-nek, akik köszönték szépen a lehetőséget. Akkor remegett meg először a BDO. Hát 180! Az, hogy megremegette, azt nem mondhatom így egyértelműen, de közben Clayton megoldja a dupla 20-at, ezzel feliratkozik ő is az eredményjelzőre. De ez egy nagyon ékes bizonyítéka volt annak, hogy bocsánat, hogy ezt így kimerem jelenteni, de hogy ilyen begyepesedett, bigott emberek irányították akkor is már ezt a szervezetet. A mostani állapotokat meg aztán inkább tényleg hagyjuk, tehát ez már tényleg önmaga paródiájává kezd süllyedni a BDO. Ami, hát mondhatjuk azt, hogy tényleg a múltjára tekintettel a szégyen kategóriája, és én nagyon sajnálom, hogy idáig süllyedt ez az egész történet. Szép. 180! Kezdő összeszedni magát a mennyét. Világranglista 17. Clayton. Az mellé csúszott. Igen, ő az elmúlt években már folyamatosan ott van a top 32-ben. Ugye volt egy olyan időszak, amikor már a top 16-ban is bent volt, most onnan egy picit ugye kicsúszott. Ugye ez a folyamatos pénzlevonásoknak az eredménye, hogy ahogy haladunk előre az időben, úgy ugye kiesnek a korábbi nyeremények a ranglista pontokból. Igen. És most ennek köszönhetően éppen nincsen benne a 16-ban, de például egy jó Európa-bajnoki szerepléssel ezen könnyen tud változtatni. 100, így 40 marad. Nincsen kiszállón a német. Tehát egyenlíthet Clayton, ha úgy gondolja. Bizony. Hát így pláne. Dupla 20. Nem gondolom, hogy a szívbajt hozta ezzel a 44-et Johnny-ra. Bizony. Igen, nem. Másodikra. 2-2-0-2-ről. Fölébredt Clayton. Valaki ilyenkor fekszik már le. De mi mikor fogunk lefeküdni, Csabi? Én később, mint te, mert nekem még lesz egy amerikai ketrecharc gálám. Azok számára különben, akik Boric Ádám mérkőzésére készülnek, korábban kezdődik a program, amint vége a dartsnak, neki esünk az amerikai Bellator gálának, és ott majd Boric mérkőzését megmutatjuk önöknek, méghozzá az első találkozót a gálán, úgyhogy ennyi információt szeretnék mondani azoknak, akik azt is meg akarják nézni.
Mivel ugye csúszik itt a program kb. Fél órát, ezért hát nincs kizárva, hogy fél egy körül ér véget itt a darts. Elég erőteljesen benne van a pakliban, mert pont beszélgettem is a srácokkal itt kint a stúdiónál, hogy lehet, hogy holnap reggel energiaitalokkal kell majd kezdenem, hogy ne szóljon rám a főnököm a munkahelyemen. Ja, hogy dolgozol is. Igen. Hát ez így. Ez így vitéz. Százas, hopp. Igen, mert ugye nem baj, hogyha az ember szeret dárcot közvetíteni, de legyen valami háttérterve, hogyha esetleg az nem jönne össze. De mind a ketten ott lesznek ugye a csapat VB-n, a Velsiek majd Clayton Price összeállításban az orosz válogatottal kezdenek, Max Hoppék, tehát Hopp és Clemens pedig a finnekkel. Mi magyarok pedig ugye Szingapúrral, ha jól tudom. Így van, így van. Limékkel. A két Lim. Lim 1 és Lim 2. Így van. Hát ugye nyilván Paul Lim a nagyobb név, de Haret Lim sem gyenge játékos. És én nagyon bízom benne, főleg annak tükrében, hogy Kovács Patrik az elmúlt időszakban milyen teljesítményt produkál. Én nagyon bízom benne, hogy partiban lesznek, sőt, én merek azért merészebb álmokat is szövögetni ezzel a magyar szerepléssel kapcsolatban. És hát nyilván Végső Jánost sem kell senkinek bemutatni, hiszen korábbi, miközben Johnny megoldja a 32-t, ezzel átveszi a vezetést, és így vonulnak el szünetre.